A szavaz tudjál egy kürbocs csatornán, Hiperjánkizik a következő csodálatos videóval, ami nem más, mint egy Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és sorozat következő része. Hát, megtörtént a csoda, nem veszett el a mentés, többen aggódtatok, hogy ugye, hó, hát lehet, hogy a Keeper így akarja megoldani, hogy a Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívás és videós sorozattal, úgymond, így beteszi a kaput, megoldja úgy, hogy elveszett a mentés, ugrott a Windows, és emiatt, hát sajnos, vége a sorozatnak, de nem. A Keeper úgy gondolja, hogy ez nem érhet így véget, mert sikerült megmenteni a mentés. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy felhőben csináltam a mentéseket, mivel egyébként elveszett mindenféle anyag a gépemről, mivel azért szart be a Windowsom, ha nem a Windowsom szart be, hanem konkrétan beszart az SSD-m, és ami az C-meghajtó volt, az így minden eltűnt, és nagyon szerencse, hogy körülbelül ez az előtt egy ilyen héttel csináltam meg, tudjátok azt, hogy lehet jönni majd szerverre játszani, és emiatt a modpakkom az pont le tudtam tölteni, mert föltöltöttem drive-ba, és így vissza tudtam nyerni, úgyhogy szerencse. Ugye a mentés az felhőbe ment, ugye Epic Games-es a Farming Simulator 19-em, és az, annak van egy ilyen funkciója, nem tudom, lehet, hogy Steam-es verzióban is, hogy ilyen felhőbe menti az játékállásaidat, szóval nem vesznek el. És emiatt így visszakaptam, annyi történt, hogy konkrétan ott kaptam vissza a játékmentésemet, hogy a multiplayer rész előtt, szóval nincsen megvéve a kettő gép, meg ilyesmi, igazából ennyi a szituáció, meg még ráadásul nincsenek bepakolva a raklapok. Szóval annyi történt, hogy tudjátok, ami a multiplayer részben volt, az nem történt meg. Az nincs, addig ugrod vissza igazából az idő. Viszont én arra gondoltam, hogy akarok csinálni dolgokat. Remélem egyébként, ugye állítások, meg így a hangbeállítások, azok mindig működnek, szóval így van hang, meg így jó minden, reméljük. Igen, van itt ilyen, hogy sell point. Hoztam magammal, egy kicsit reformálni kellene ezt a sorozatot, meg kezdtünk elúszni, és arra gondoltam, hogy akkor néhány dolgot fogunk. Van egy olyan ilyen sell point, ami Sanyi, ha elkezded zörögni, már a legelső videón, amikor itt a Keeper próbál dolgozni. Van egy ilyen sell point, amit így be tudsz rakni valahova, akárhova, és akármennyit le tudsz belőle rakni. Előnye és hátránya is lesz, hogyha rakok le sell pointokat minden egyes épület elé. Előnye az lesz, hogy nem kell elszállítanom, hátránya az lesz, sajnos gyerekek, hogy Sanyi, ne zörögjék, komolyan mondom, megőrülök. Hátránya az lesz, hogy minden egyének külön ára van, szóval ezután nem fogom tudni a tojás árakat így kontrollálni, szóval jó szaráron fogjuk eladni. Jó, úgyhogy ennyi történt. Mindjárt fölkelek, azt elveszem Sanyitól a táját. Most kapott kaját, kinyalt tökig, és most meg ízé zörög vele. Azon gondolkozok, hogy hogy kéne lerakni a sell pointokat. Hát szerintem úgy kell lerakni, hogy minden olhoz kettő darabot, nem srácok? Minden olhoz egy darabot, így az ajtókkal szembe, és akkor oda, ott kellene eladnunk. Mégse az legyen, mert mint úgy tudnám azt csinálni, hogy ugye berakom a izé alá szinte a termelési pont alá, de hát az meg szerintem elég cigány dolog lenne, nem? Gyerekek, hogy kapásból eladásra kerül le a tojás, ami megtermelődik, azért valamit kelljen vele foglalkozni már, nem? Srácok. Úgyhogy valahogy így megcsinálja a Keeper, és akkor az lesz a poén ebbe, hogy minden egyiknek sajnos külön ára van, szóval itt most már a tojást azt el fogjuk engedni, mert szóval nem tudsz vele mit kezdeni, mutatom most, hogy figyeld. Látod, az összesnek külön ára van, minden egyi random. Tehát így nem fogod tudni beállítani az árakat, jószor áron fogjuk tudni eladni a tojást, de viszont nem kell elhurcolni, úgyhogy innen elmehet a pautkocsi. De viszont még valamit akarok, a berkákhoz akarok valamit, az meg, van itt egy ilyen sell point, és van olyan, hogy ki tudod választani, hogy mit akarsz ott eladni. Úgyhogy, mindjárt kiválasztom. Sanyika, befejezted? Komolyan mondom, megőrülök ezt a Sándor. Sándor, ha meg lehet őrülni. Na, van egy ilyen market, ahol van tojás is, meg mit tudom én. A dockyard, ó, van itt minden. Ó, ez milyen? Lumberyard és woodet lehet, aha, jó. Akkor figyeljetek, tök mindegy, hogy melyiket ezt a market eset, hogyha lerakom én. Gyerek,
Jó, jaj, de nem kell volna olyan gyorsan repülni. Lerakom ide, akkor itt el tudom adni majd a... Tudod micsodát, tudod micsodát. Figyelj, ebből egyet akarok lerakni, nem akarok többet. A középső... Ide, gyerekek, ide. Jó? Ez azért lehet kontrollálni normálisan, ide rakunk egyet, és amúgy is csak egyet lehet egy mapra, és akkor ott el tudom adni majd a kecskéknek a szőrit, te! A kecskéknek a szőrit! Nem a mukecskéknek a szőrit, hanem a izéknek a szőrit. Jó, akkor ez így jó lesz. És akkor itt igazából jó, mert ezeket a tojásokat is így ki tudom hordani. Figyeljetek, őrület volt állandóan ez a tojás mizéri. Ez egy őrület volt, és igazából nem is nagyon sok értelme volt. Meg ezekkel a ládákkal, ugye baromira lagoltattál is, emiatt a láda őrület miatt. Mivel millió láda volt, ide-oda hurcoltam őket, és emiatt ilyen nagyon nagy szívás volt. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy most figyeljetek, én gameplaybe megcsinálom, jó? Ne haragudjatok, hogy elrendezünk, itt mindent elrendezünk. Itt annyit csinálunk, hogy minden egyibe legyen három. Intelligensen, szépen elrendezve. Ezután nem kell hordanom, gameplaybe lehet csinálni. Annyit még el akartam mondani, hogy ezután az összes rész felvétele, hát jó, nem biztos, hogy az összes, de úgy a részek úgy lesznek fölvéve, hogy multiplayerbe. Úgyhogy ha valaki akar, az tud csatlakozni. De viszont kifogásnak emeltétek azt, hogy nem tudjátok, hogy mikor kezdődik, és tök szar, hogy állandóan nézni kell, hogy megy-e a map, vagy nem megy. Ezután Instagramon, mielőtt elindítom a szervert, előtte lehet, hogy fél órával, vagy egy órával, de lehet 5 percre, attól függ, hogy most akkor jut eszembe, csak hogy csinálja be. Kirakom, jó? Instagramhoz, napomhoz fogom kirakni mindig, ha indul a szerver, oké? Úgyhogy ez tényleg nem reklámhelye, most azért, hogy bekövessél, most nem tudom, nem igazából, nem azért csinálom, hanem valahova ki kell raknom, érted? Most egy külön videót nem akarok minden nap csinálni róla, hogy na, most 30 a 19 felvétel következik, mert az agyára mennék a dolgozóknak. Úgyhogy akkor az lesz, hogy inkább az lesz, hogy é, te fiú, hát bele ne, innen már valami legyen veled, bazzik. Na, és akkor így lesz. Jó, srácok, most egy kicsit rendezgetés van, és akkor utána majd alakulni fognak a dolgok. Hát igen, megmenekült a mentés. Tényleg sokan kaptam olyan kommentet, hogy valószínűleg a Keepernek nem lesz több Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videója, és így fogja megmagyarázni, hogy ha miért nincsen, mert elveszett a mentés. Na, nagyon szerencse egyébként. Viszont, hogyha nem is veszed volna el a mentés, akkor is megcsináltam volna azt, hogyha gameplayen kívül így nagyjából összehoztam volna ezeket az infrastruktúrát, és onnan folytattuk volna, érted? Ugyanannyi pénzzel, ugyanazokkal a gépekkel, megnéztem volna az utolsó videóban, hogy hogy tartottunk, ezt valahogy összevakartuk volna addig, és akkor tudtuk volna folytatni, de hál' Isten erre szükség nem volt. Jó? Na figyeljetek, 3 raklap, és akkor ezután annyit kell csinálnom majd, hogyha eladás van, hogy kisétálok ide, kirakom a raklapokat, meg berakom a raklapokat, szóval végig lehet futni, nem kell szenvedni vele, mint az állat. Na figyelj, itt most már tudom is prezentálni, ugye? Annyit csinál a keeper, hogy úgy jöre, kicsapja a raklapot, aztán már is pucolódik, oda néz, már is adja, aztán pörög a pénz, aztán annyit kapunk érte, amennyit kapunk, gyerekek. Most ha keveset kapunk, akkor keveset kapunk. Én úgy érzem, hogy most nem fogok azzal én tökölgetni, hogy az időt pörgessem azért, hogy a tojás ára hogy megy. Tudom, hogy lehet, hogy majd izéért adjuk el, fél árba adjuk el, van, de a másik eladópont igazából ugye a nagyszámok törvénye szerint körülbelül, hogy mondjam, körülbelül izébe fog lenni. Körülbelül. Ja, gyapjúnál is probléma van. Majd mindjárt azt is eladjuk. Azt rendet tudunk vágni itt, mert itt az a baj, hogy ez az állattartásnak. És gondolkoztam is ezen, hiába állok én neki itt az állattartásnak, már megint, ugye, a marháknak, mikor nincsen igazából rendesen letisztítva a tyúkok, nincsen ez no, nem normálisan van megoldva, és emiatt ez így szar.
Az meg belás, pogyant oda. Pogyant oda. Na, és akkor így legyen rendben ez, utána legyen rendben a birka rész, és akkor nyugodtan tudunk foglalkozni a marhákkal, de így nem érdemes, mert súlyabban az utolsó pár részben az volt, hogy nagyon beleugrottunk a dolgokba, és ennek szerintem úgy nagyon igazából nem sok értelme volt. Egy kedves nézőm megjegyezte, írta, nyugodtan lehetne 6 slotos a szerver. Na, hát tudom, hogy nagyon nyugodtan lehetne 6 slotos a szerver, csak láttátok az előző részben is, hogy milyen lag őrület volt. Emiatt nem nagyon szorgalmazom, hogy nagy sok slot legyen, érted? Hogyha egy külön gépről, szerverről futna, az a baj, ez a map, ez olyan szinten el van burjázva, annyi object, annyi minden van, meg annyira szét van már turbózva, ugye ez a rengeteg ól, a mindenféle cucc, ami miatt sajnos lagol. Amiatt, mert sajnos ez már nagyon durván meg van csinálva. És ez nem jó. Ez nem jó neki. Nem jó neki, az engine ezt már nem nagyon szereti. Főleg úgy, hogyha még multiplayerbe is tovább érted. Úgyhogy ezzel így meg kell birkóznunk. Oké, akkor ez a kettő. A kettő az mehetne oda. Sajnos ezeknek nincs kajájuk. Azt ugye úgy vágjátok. Úgyhogy az a baj, belefogtam megint egy olyan műveletbe, ami nagyon szuper, nagyon örülök neki. Csak itt közben megkoplanak a tyúkok, és nem fognak pénzt hozni. Tök jó ez minden. Jaj, de jó nekünk, most már izéket is tartunk. Mi a szarvasmarhát is, de minek fajtszer? Azok még nem termelnek pénzt, ezek meg már nem termelnek, nincs nekik kajájuk. Úgyhogy itt egy kicsit reformálni fogom. És Sanyi nekiállt egy sipolós játékkal játszani, hogy nehogy unalmas legyen a háttérbe történő dolgok aktivitása. Na, akkor egy kicsit akkor átgondoljuk, hogy mit fogunk csinálni. Ugye ezt egy kicsit így reformáltuk. Most már azért átlátható, sokkal könnyebben kezelhető ez a rendszer, ugye? Innen egyenes út azt fele vezetne, hogyha lenne eszünk, hogy megoldjuk, hogy legyen ezeknek kajájuk, ugye? Úgyhogy a következő részekbe ezeknek annyi kaját fogunk betermelni, amennyi csak létezhet. Venni fogunk földet. A 41-es földet már nézegetjük, az Isten tudja mióta, meg kell venni. Meg kell csinálni oda a strádát, hogy ide be tudjuk hordani a magot. Legyen itt ezeknek annyi kajájuk legyen, gyerekek, hogy a szemük álljon meg. Ezek más se csináljanak. Tolják a tojás, kaja nélkül nem tolják. Másra nincsen szükségük, csak rohadt kajára, de az sincs nekik, mert a Keeper belefogott másba. Nincs értelme ennek. Nincs értelme. Ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség, hogy így szétzilálódik itt minden. Na várjátok, mi a szit volt? Itt hány van? Itt csak kettő van, akkor mindjárt hozom még egyet. Egyébként ja, ide hoztam ezeket a ketreceket, és a maradék ketrecet azt el fogom adni 3-3-3, legyen mindenhol. Fölösleges az, hogy izé van, hogy 28 darab ketrec van a mapon, és ez is úgy lagoltat, mint az istennyira, legyen 3-3-3-3, könnyen lehet vele foglalkozni. Egyébként igen, most, hogy eladó helyet ide létesítettem, lehet azt mondjátok, többen csites. Szerintem egy ekkora létesítményben már úgy működnek a dolgok, hogy ott megveszik a tojást, tehát nem kell elvinnem. Ezt figyeljetek, ez így működik. Helybe mennek a tojásért, úgy van megoldva. Ráadásul az is úgy bazze. Tudjátok, mit kéne ez a kisöpörnöm, oda nézve, így. Hát ezzel nem megyek sokra, ez a kisöpörése. Ráadásul, ugye mivel az minden egy átbevő helyen más az ár, így még bukok is a pénzem, szóval nem olyan nagyon-nagyon csites, inkább még rá is cseszek. De én ezt bevállalom a kényelem szem miatt, értitek? Úgyhogy akkor azt viszont még ebben a részben jó párszor el fogom mondani, hogy akkor multiplayer fog jönni már holnap, mármint ma. Tehát amikor nézed ezt a videót, ez kikerül, akkor már lesz felvétel, és Instagramon mindig napomhoz kirakom, hát sajnos aki nem érdeklődik ezután, az is fogja tapasztalni, hogy mi a csúra van.
modpack az az a baj, hova rögzítsem a modpackot, mert igazából a mod... Jó, lerakom ez alá a videó alá is, jó? Ezt akkor azért tudjátok, jó? Hát ez ott maradhat. Ide kellene kettő. Jó, ezt el akarom rendezni, meg el akarom rendezni a kecskéket is. Tudom, hogy nem kecske. Legyen minden rendben, aztán akkor onnan tudjuk folytatni ezt az egészet. És hogyha tudtok jönni segíteni, akkor nyugodtan találjátok fel magatokat. Látjátok a videót, nyugodtan bejöttök, és álljatok neki dolgozni. Egész nyugodtan, nem kell. Vegyétek úgy, mintha ti is hozzátartoznátok a játékhoz. Nem kell az, hogy jaj, mit dolgozzak főnök, mit dolgozzak, figyelj! Nézd meg, a tojásoknál van eladható, nyugodtan így eladod, ugyanúgy, ahogy én csinálom. Bár akkor az eladott tojások után megmaradt ládákat a helyére, ezeket nyugodtan megcsinálhatod. Ilyeneket az állatoknál rengeteg munka van, azokat nyugodtan csináljátok. Lehet nyugodtan kaszálni, lehet nyugodtan behordani a silót, ugye az végtelen mennyiségűt be kell hordanunk, szinte, mert tényleg borzalmasan sok munka lesz vele. Ezt be a részben reformálni fogom egy kicsit itt a gépparkot is, szóval hogy legyen elég gép mindenkinek, hogyha jön. Annyit akarok még megkérni, hogy a bizonyos helyekre dedikált gépek, azok ne kerüljenek át más helyre, jó? Hogy mit tudom én most, én nekem vannak itt mondjuk van itt valami, itt két kombány mondjuk, ha lesz, akkor ne az legyen, hogy a két kombány az nem egy borér, és a map másik felén lévő akár mit aratják vele, értitek? Maximum az ilyen megbeszélés szerűen legyen, jó? Ilyen, jaj, mi van itt, gyerekek? Mi van itt? Itt a legelső ólagból szerintem nem is hordtam el a tojást, ugye? Jól emlékszem? Aha, mert nem fért föl. Aha, itt el sincs adva szerintem a legelsőkből. Egyet megfogom, azzal így ki lehetne söpörni, hogyha ügyes lenne a képet, ami nem létezik, hogy ügyes legyen. Jó, hát ennek sok értelme, így csak akkor inkább így kirabálod. Lehetett volna pont alá is rakni, és akkor ahogy megtermelődik, ugye elviszik, az se lett volna egy hülyeség egyébként, most így belegondolva, nem? Eléggé olyan durva, lehet, hogy durva lett volna a metódus, de viszont elég hatékony lett volna. Aztán akkor, ahogy termelődik, mindig eladta volna. Lehet, hogy akkor már nagyon megorvoltatok volna rám, hogy úristen, hát ez már nagyon automatizált. Úgyhogy azért legyen valamit foglalkozni, meg hogyha jön valaki szerverre, akkor tudja csinálni ezeket a dolgokat, jó? Ott megvan minden, nincs. Jó, figyelj, három mindenhova, utána meg majd szépen. Itt megvan a három éve. Jó. Itt meg egy sincs. Én utána átnézem. Mindjárt egy kicsit letisztultabb lesz, meg nem lesz ilyen kaotikus őrület. Ez ami itt a csirkéknél volt egyszerűen, nem, az volt a baj vele, hogy egyszerűen nem is tudtam átlátni már. Nem emlékeztem, hogy most mi a szar van ezeknél a tikoknál, érted? Hogy most ezeknek van raklapjuk, van-e kajájuk, nincs-e raklapjuk, nincs-e kajájuk, mi a szar van? És ettől ilyen tök frusztráció volt, hogy máshol dolgozok, és itt a csirkék meg itt szét vannak csúszva. Se kajájuk, se izé, se raklapunk, nem tudnak hova tojni, ha tojnának se, mert helyük nincsen, termelődnek ezek a kicsi raklapok, jaj, ez borzalom volt. Na itt hány van, itt kettő van, mindjárt végzünk ám gyerekek, aztán megyünk utána egyen lejjebb. Ja, a maradék ilyen raklapot azt eladom a francba, és ide akkor már nem kell teherautó viszont, ugye? Nem kell raklapos teherautó, ami jó. Meg nincs elég raklap már, vagy mi van? Jó, átnézzük a végén, jó, végig futok rajta, 3, 3, 3, itt nem, megvan már mind a 3, itt megvan mind a 3, itt meg akkor kiszórjuk, még 6 darab van, ó, de jó, ezt szeret, ha amikor van egy ilyen raklapnyitulás. Meg se nézem az árat, mert igazából, figyeljetek, mindenképpen azért pluszot hoz, az idő pénz, hogyha nézegetem, förgetgetem, akkor az még több idő, és az még több pénzt viszel. Bár mondjuk itt az idő pénz az lehet, hogy fordítottal is igaz, nem srácok? Na képzeljétek, azt elszartta magát az SSD. Hát nagyon örülök neki.
Úgyhogy az adatok azok így vesztek el róla. Hát legalább most vettem egy nagyobb SSD-t, az egy elég régi volt. Muszáj volt. SSD nélkül már meghalsz. Meg se próbáltam föltelepíteni HDD-re. HDD-re. Egyébként, hogyha lassú a géped és egész gyors géped van, akkor mindenképpen egy SSD-t tegyél be. Azt meg fogod látni, hogy mi volt a probléma. Mindenkinek egyébként azt így szorgalmazom, mert csomóan vannak még úgy, még mindig HDD-t használnak rendszervinyóként, vagy hát rendszer lemezként. És mondom nekik, hogy mit használsz HDD-t? Az olyan szinten lassítja a gépedet, hogy az őrület. Meg ugye hát az is egy alapvető tény, hogy mindig olyan erős géped van, számítógéped, mint a legkisebb alkatrész. A leggyengébb alkatrész benne, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni. Gyerekek, azért közben meg jön a pénz, mi? 23 ezer innen, onnan. Jó, itt ez legyen rendben, már nagyon őrület volt. Olyan túl sok eladó helyet se akartam lerakni, így ez tökéletes, gyerekek, ez így kényelmes azért. Így minden ól előtt van, csak ki kell szórni a tojásokat. Tényleg, hogyha akkor jöttök, akkor például ezt megnézitek, ezt mindig nem kell nézni az árat, szarjátok le, adjátok el a tojás, jöjjön a pénz, meg ugye a birkákat, nem a kecskéket, hanem a birkákat is ugye rendezzük ezerrel. Jó, ilyeneket nyugodtan lehet csinálni. Tényleg. Attól még, hogy te mondjuk távolabb vagy tőlem, mondjuk így a szerveren, amikor megy a felvétel, hidd el, nem feledkezek meg senkiről, így, hogy ott vagy. És nagyon örülök neki, hogyha segítesz. Olé! Na, mindjárt végzünk ám, gyerekek. A hátul még van raklap, úgyhogy ha esetleg ide előre kell, akkor tudok hozni. Jó, és itt meg tele raklapok vannak, gyerekek, oda nézzük. Meg azt se kell megvárni, hogy tele legyen a raklap, itt nyugodtan adhatjátok. Figyeljetek, megint 100 ezer a zsákba. 1,6 millió már megint van. És lassan már ugye, hát azért még van mire költeni, de lassan eléggé pusztosak leszünk. És akkor most már tényleg az lesz, hogy ugye az 1 milliárd eurót, hát még mindig van, aki hitetlenkedik, hogy nem fogom tudni elérni. Én nem az, hogy nem hitetlenkedek, hanem én biztos vagyok benne, hogy el fogjuk érni, mert hát ez természetes, hogy el fogjuk érni. Na, 3 üres. Megint 100 ezer, 120 ezer, oda nézhetek gyerekek, nem a lóvéd erre. Hát szerintem egy ilyen fél millió így beugrott a zsákba legalább, nem most így. 31 ezer megint. Egy fél milliónk így beugrott. Aztán csak annyi, hogy reddet rakunk. Hát kajájuk, meg sem merem nézni egyébként, elvadom nektek, bár itt így gondoljátok, hát hogy nem nézem meg a... hogy mennyi kajájuk van. Szerintem nulla. Nulla. Ezeknek nincs kajájuk, gyerekek, ezek itt éheznek. Úgyhogy azért nem nézem meg, mert ez egy kezdett így elcsesződni teljesen. Figyeljetek, végigmegyek, itt egy van. Ugye menjünk végig ezzel a soron, jó? Hát akkor már ezt oda rakom, hogyha már tudjuk. Ide kell egy, ugye? Jó. Hány hiányzik? Megszámoljuk eddig. Na már ezen a soron menjünk végig, jó? És akkor számoljuk, hogy hány hiányzik. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Három. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Három megvan. Egyet mindenképp viszük, mert oda előre kellett egy. Ez csak kettő? Nem három. Ez kakasok túlélték. Három megvan. Három megvan. Gyerekek, jók vagyunk. És egy csomó, nagyon sok
ilyen raklap, van még Sana Safe, és ez dühítette engem, hogy egy ilyen felesleges... Kettő, ide kell egy. A harmadikba kell egy onnan, meg ide is egy. Na, kettő darab kell. A harmadikba és a másodikba. Az dühített, hogy volt egy csomó, rengeteg ilyen... ilyen fölösleges object, mint például ezek a raklapok. Ugye teljesen, ott van még egy csomó, nem csak ennyi van, mint amit itt látsz, van még egy csomó. És ezek ugye lagoltatnak, ezek állandóan ugye így fizikát, vagy így az engine-nek így a képességeit eszik, és ez nagyon nem volt jó nekem, mert itt is van, nézd, ott van összepakolva. És ezeket akkor el tudom adni, nincs rá szükség, fölösleges dolog. Viszont akkor fogunk venni gyapjusat. Ja. Így ugye kettőt tudsz vinni egyszerre, máshogy nagyon nem. Így okosan így el tudod tolni. Ezt így ajánlom. Egyébként egy ilyen 3-4-et is el tudsz tolni, csak ott azért már nehezebb. Nehezebb a projekt. Úgy. És akkor ide rakunk egyet. És akkor mindenhol 3 van, tehát összesen... Na. Tehát összesen... 60 darab raklap. Ugye hát ez már az is nem kevés object. De viszont egy csomó eltűnik. Várjál, meg kéne nézni, hogy ez nincsen nekem semmi kajám, ugye? Nulla, nulla, nulla. Nincs, az a baj, hogy a tyúkoknak nincs kajájuk. Úgyhogy legelőször ezt fogjuk megcsinálni a srácokkal, majd multiplayerbe. Van itt aztán van minden, mire búcsú. El sem tudok menni, csak. Menjünk hátrafele. Ja, itt is ide nézi ilyen. Ilyen objektek, ezeket el kell tüntetni, gyerekek. Hallod, el se félre? Jézus úristen, mi van? Mi van itt? Hát ide van rendelve az összes, ugye? Na, semmi gond. Hát ugye ezt is el kéne vetni, meg fogom venni a 41-eset még ma. És mind a kettő el lesz vedve, gyerekek. Szépen sorba minden megcsinálunk, minden munkát, nem kapkodunk. Nincsen semmi értelme annak, hogy itt ilyen, így... kapkodás van, őrület volt. Ezt még fölkapja a keeper. Ezt az egyet. Oké. Ezt visszük ezeket eladásra. Ezeket a ládákat. Mert nincs rá szükség. 3 darab bőven elég, ugye? Kacsfasz őrület, szar volt itt minden. Semmi értelme. Na. Mindjárt egy kicsit megkönnyebbül az engine. Ezt is, erre is kell figyelni sajnos. Ezt is kell menedzselni, ezt is rendbe kell rakni. Mindjárt az engine kicsit megkönnyítjük a munkáját, elmegyünk a birkákhoz, oda viszünk viszont minden ennyi birkafarmhoz legalább 3 raklapot, tehát minden egyinél legyen 3, nem 3, oké, okay, akkor minden egyhez 2, tehát 12 raklapot fogok oda vinni. És akkor oda se kell, nem kell szállítójármű, tehát nem kell az Ural. Úgyhogy ezeket visszaugratjuk, eladjuk. Ugye itt is könnyítünk az engine-en, nem terheljük. Itt is van egy krasz. Minek van itt egy krasz? Nem, nincs rá szükség, ugye? Ezeket a ládákat nem tudom, hogy fogom tudni eladni. Remélem, hogy itt el tudom adni, mert ha nem, akkor nagyon rácseszünk. Na, mindjárt kiderül. Na, persze az a krasz. Ki a rossz se vett, rakta ide ezt a krasz. Meg minek van ide egy krasz? Minek vannak itt olyan dolgok, amiket nem használunk? Ezek mind engine-t zabáló cuccok, és ráhúztam. Na. Ez mind eszi az engine-t, mind eszi az engine-t. Na, nem oda? Oda. És akkor megpróbáljuk eladni így. Jó, hát reméljük, figyeljétek, egyből a cross fogja akarni eladni, vagy az uralt. Nem is jó helyen vagyunk. Na mindegy, odébb járunk, mert akkor úgy se kell. Viszont, hát nézzük a akkor ezzel annyi, hogy ezzel levisszük a... az árut. Eladás, igen, oké. Okay. Ugye nem azért, mert kell nekünk a borra kell a pénz, vagy kenyérre, hanem hogy ne legyen. Ugye ennyivel kevesebb dolog lesz a mapon. Jó, nincsen több. Ezeket betoljuk. Ezt megállítom, mert itten
ordét, meg ez is ordét. És nem tudom egyébként a hangerőt, remélem, hogy jól belőttem vissza, mert azt tökéletesen nem mentette el a felhőbe, mármint az ilyen a grafikai, meg ilyen beállításokat. Na így most már jobb, egy kicsit csönd van. Figyeljetek, rendbe kell rakni, most muszáj, hát aztán utána majd lehet itt gondolkozni, meg minden, de most belefutottunk mindenbe, így belekaptunk, ennek így értelme nincs. Kicsit a keeper úgy gondolja, hogy nem tudom, egy, legalább érlelődött, ez a pár nap alatt így érlelődött bennem az, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Először is le kell itt tisztítani, le kell borotválni a fölösleget, meg kell csinálni minden. Itt is mi van valami? Itt is mi van? Ott van az a láda. Azt például tök nem használom, meg ezek mik? Ezeket el tudom adni? Ezek is ne legyenek szanaszéjjel. El tudom adni ezt, hogyha így én ezt ide behozom? El tudom adni. Hát akkor eladom hozzá. Nem tudom eladni? Konfigurálni lehet, bazd, beszarsz neki. Nem lehet megsemmisíteni, vagy valami csoda? Kár. És ez is van fölöslegesen nekem, érted? A... mindegy. Jó, akkor annyit kellene, hogy kellene nekem... ilyen sippes volos láda. Azt mondja, hogy ez hol van? Ez a ládák, raklapok. Elvileg van olyan külön. Egg. Bull palett, ez lesz az, ugye? És ezt tudod úgy, hogy 64.000 literesre. És ez ilyen újra hasznosítható vajon? Az hát, jó. Oké, és akkor ebből vegyünk 12-t. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oké. Megoldódott. És ezt föl is vesszük gyorsan. És azon agyalok, hogy itt el tudok-e fordulni, remélem. Jó helyre raktam azt a tökéletes helyre, pont a legrosszabbra ezt a zsákos cuccot. Hát itt megpróbálunk elfordulni, kitoljuk amennyire lehet. Na. És akkor felszedjük ezeket, ezeket elvisszük. És mindjárt meg fogunk szabadulni, meglátjátok. Hát közelebb kell volna mennem hozzá talán. Felvettük mindet? Oké. Okay. Ilyenkor érdemes kikapcsolni egyébként az út, tehát a felszedést az U-val szedi fel, mert akkor útközben, amit éppen elmész mellette, azt is ugye felszeded. Na, és le kell mennünk jó messzire, viszont utána, ami nincs szükség gép, a, meg eszköz, azt mind átnézzük és visszaugratjuk és mindent eladunk. Mert akkor ugye nem, például nem kellenek ilyen szállítókamionok, ezek a autólódosok fölöslegessé válnak, talán. De majd meg fogjuk látni. Na, menjünk erre, aztán valami lesz. Arra gondoltam, ebben a részben így lentrakás, és akkor innen tovább fogjuk tudni gondolni, hogy merre haladjunk. De én azt mondom, hogy legyen a birkák, legyenek elládva tökéletesen, és a... Figyeljetek, ide meg kellene nekem csinálni egy átkelőt, de azt már megcsinálhatnám most, mert a tököm ki van vele, hogy állandóan az van. Úgy szívó. Figyeljetek, valahogy itt... Lehetne? Valahogy így kellene, figyelj, így kellene. Valahogy várjatok, meg kellene csinálnom, muszáj megcsinálnom, mert ez így nem lesz jó. Először is kiszállok, és megnézem, van-e olyan fa, amit esetleg ki tudnék vágni. Ezek a föld alatti fák, tudjátok, a kedvenceim. És szerintem itt átlósan itt kellene csinálnunk nekünk. Valahogy. Itt is egy föld alatti fa? Az ilyen föld alatti fafét is miek voltak ezek a készítők. Az volt egy jó hely. Oké.
Ez eddig jó. Itt is van egy föld alatti fa, ez is idegesít. És az a durva, hogy object, ugye beraktuk azt a hide object módot, és nem tüntetünk el objecteket, mert inkább megpróbáljuk máshogy megoldani. Viszont ezt eltüntetjük. És valahogy itt fogunk kijutni, úgy arra, azt szeretném, na, sikerült kibondani, jó van. Itt kellene rámenni arra a földre. Na, és akkor jöhetnének az eszközök. Azt mondom, hogy... így, és így. Jó. Jó lesz az gyerekek, mindjárt megoldja a Keeper. Nem tudom, az egyébnél van-e. Igen, van ilyen rampám. Ez tök jó lenne. Csak nem ide, hanem jóval messzebb valahova. Hú, mekkora füves részünk van mi. És itt van ez a izé, és ez nem kicsi föld lesz. Na, ez a rampa. Föld nem a tiéd, hát le van szarva. Be van kapcsolva nekem azt, hogy... de... be van kapcsolva nekem egy olyan elvileg, hogy bárhova rakhatok, hát megőrülsz. Ezt megvadulok, hogy az nem működik, na, mindig jó lesz. Tökéletesítő elvileg. Nem is tudom, dupla altal, vagy mivel aktiválod. De úgy látom, nem. Nem hiszed el. Miért nem? Mivel aktiválom én azt? Ó, hogy arra sem nem ettem el. Mivel aktiválod? Vázzára, mindjárt rákeresek, komolyan mondom. Komolyan rákeresek, hát ezt én nem bírom ez így. Mivel kell aktiválni a FS19? Mindjárt megnézzük ezt a módot, gyerekek. Bocs érte, de hát muszáj. Controls. 8. 8, azt hívja, hogy 8-as. Na. Ó, jó. Az internet csodája, mi? A 8-as gombó, gyerekek. Oké. Na, akkor ide kellene nekem egy rampa, arra gondoltam, valami csoda, amivel itt így föl tudnék csapatni, nem? Srácok. Vagy pedig... hát figyeljetek, így átlóba lenne jó, nem? Átmennem. Vagy így, vagy így. Rakjuk így. Elvileg lejjebb kellene. Hát lecsaptam egyet, gyerekek. Meg lecsapuk még egyet. Hát remélem, hogy ez sikerülni fog. És akkor megpróbáljuk a betonlapot. Hát remélem, de ugratni kell, hallod? Azt meg azt hiszem a dekorációrával az betonlapunk. De ez nem nagyon szereti. Nem, a betonlapot az csak ilyen magasságra engedi. Ami bajos. Jaj. Ajaj, bocsánat gyerekek, de ez ilyen tökölös, jó? Ne haragudjatok, muszáj megcsinálnom. Itt kell volna menteni egyet. Ennyi cucc van, bazze. Az a baj, amire végig börgetsz ugye a garázsnál, hogy milyen cuccaid vannak, hol. Arra már nem megy a nap. Nem ezt akarta beledni, hanem. Azokat a rampákat, de azok hol voltak? Hogy a francia sem bele? Így van. Ezt a két rampát, igen. Meg igen, ezt is. Jó. Meg ezt a
Betonlapokat. Nem tetszenek ezek a beton. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy szeretném lerakni, és ez annyira idegesít. De legalább ilyenkor ugye a füvet kieszi a rossz sem. Nem tudom, a izét azt tudná be. Ezen a helyen módosítani a talajt. Meg kellene próbálnom. Na, milyen rosszabb, hogy ez. Nem az én földem, bekírja. Ja, nem engedi. Úgyhogy akkor mindenképpen lerakható dolgokat tudok csinálni. Hát ez egy szomorú. Na, vannak bőven, na. Ilyen hülyeségek. Hát itt össze kell bókolni valami értelmeset, gyerekek, mert különben nem tudom, mi lesz. Na nézzük, följebb nem tudom emelni. Nem, ez a maximum. Jó, akkor először is rakjuk le egy olyan részt, ahol el tudnék kelni, ugye? Az lenne így az első. Nem, kettő széles bőr elég lett, de így, ugye? Ez így egész jó. Viszont a ural kerekevek benne. Az urallal kell valamit csinálni, mert ez így nem lesz jó. Jó, ez eddig frankó. Ez nem ott az egyébnél volt? A rampa? Egyébnél volt, jó. És akkor meg kéne csinálni, hogy ez így csatlakozzon hozzá, de a magasság az stimmeljen. Mi a baj, ha nem tud, szóval nem engedi változtatni a magasságot. Valamilyen ez, valaminél itt engedi, itt nem engedi lejjebb vinni. Úgyhogy az jó nagy szívás lesz. Nem helyezhető ide, hogy vagy meg. Na, hát ez jó lett most. Ez egy szívás, gyerekek, bocs, hogy ezt így kell megoldanom, de valamit ki kell találnom. Ezt meg följebb nem fog jönni, ha csak nem biztos, hogy nem. Na, mindjárt kiderül. Jó. Jó, gyerekek, ez így jó. És akkor figyelj, ez jó lesz így. Mindjárt megnézzük, jó? Mint fölmész. Hát ez a sinem valószínűleg át tudsz menni, hogy van egy kis hupli. Itt egy kicsit rendet rakunk. Kiváljunk ezeket a fát, amúgy is olyan idegesítőek, hogy nem masterük semmit sem. Ez egy engem zavar. Van megint egy ilyen kiválka, vagy izé, föld alatti fa. Barna verzió, ez a két verzió van nagyon jó. Föld alatti fa. Oké, okay. Ezt el tudom tüntetni? El. Ja, ez egy ilyen jó hosszú rész, bocsérte, srácok. Mert rendet kéne raknunk. Jó, itt akkor lemegy, és akkor meg tudjuk csinálni, hogy valahogy elfordulunk arra. Na, mindjárt megnézzük, jó? Tehát ezeket muszáj, basszus, ezeket előbb-utóbb muszáj megcsinálni, bocsérte, srácok.
Nézzük a dekorációnál betollapokkal, hogy tudjuk-e folytatni esetleg. Ez nem rossz. Hát. Hogy így belelógatom a... így. Az emlet jó, fogadjunk. De, jó van, egy kicsit van benne izé. Ilyen. Nem olyan rossz, ez nem olyan rossz. És akkor egyenesen mész tovább, úgy lesz megoldva, és akkor itt meg át tudsz menni. Ez lesz ennyi, és akkor kész is vagyunk, srácok, szerintem. Akkor itt fogunk tudni átmenni a föld közepénél. Itt. És ez szerintem korrekt. Korrekt megoldás, így. És így. Na gyerekek, megvan oldva. Kipróbáljuk urallal, hogy mennyire sikerül átmenne. Annyi, hogy amikor ráforrulsz, akkor is figyeled kell, hogy hogyan. Hát figyelj, tudom, hogy nem a legszebb, de valahogy muszáj volt megoldani, mert ennek így, hogy én körbe-körbe megyek, ugye ez a föld, ez a két föld, ez mindenképp összekötte, vagy ez a 41-esnek összeköttetésbe kellett lenni. Oda nézzél, testvérem. Hát sikerült megoldanod. Jól van. Hál' Isten, nem kell majd többet már izélnem ezekkel hordanom, ezekkel a nagy nyergesekkel, mert ez is egy őrület volt. Jó, akkor nézzük. Meg itt lehet, hogy csinálok is egy utat, hogy betonos legyen. És akkor így rálátunk, hogy akkor hogyan működik az egész. Na, mindjárt megindulok. Hát a kombájnokkal meg ilyenekkel majd itt nem a leg... ilyen nagyobb élvezet lesz átmenni, de mindjárt meg kipróbáljuk. Hát szerintem egyébként itt jó. És akkor itt választhatsz, vagy kimész az útra, vagy rámész a földre. De figyelj, átmész ide, akkor itt a földes úton, itt kapásból ki tudsz menni, ugye az aszfaltra. Úgyhogy ez így megvan oldva, srácok. Ezek rengeteg fát majd itt valamit csinálok vele, meg a rengeteg bokrot, az alakadós bokorra. Oké, kész van. Megvan oldva, átjárás van a földek között. 41-es föld. Mi a szar van ezen? Már megint a krumpli van rajt. Addig ne vegyük meg. Vessük el a izét? Vessük el, ami most van. Mindig arra várok itt a csodára, hogy egyszer ez el lesz vedve izével. Még egy vetésforgót várunk, jó gyerekek? Addig elvetjük majd a saját földünket, és akkor a 41-essel majd akkor fogunk foglalkozni, hogyha lesz rajt valami jó. Ezen mi van? Mindig ezeket nézegetem, hát hogyha megfogom az Isten lábát egyszer, de aztán agyad nem akar összejönni. Soha. Soha. Mindig csak fárok. Itt meg itt van a füves rész, itt mehetünk egyenesen már ki. Ez meg már a miénk. És akkor a birkákat rendbe rakom még. Tudom, hogy hosszú rész, bocsánatot kérek érte, de úgyis nagyon régen volt. Jó, srácok, és akkor a felvétel, akkor mindig lehet jönni Instára, rakom ki ezt. Elmondogatom, mert lehet, hogy valaki belepörget a videóba, és akkor lehet, hogy nem találkozik pont azzal az információval, amire szüksége lenne, azért mondom el többször. Jó, srácok, úgyhogy bocs érte, hogyha többször így halljátok ezt a dolgot. Ja, akkor mi a helyzet a birkákkal? Azzal kellene most itt valamit foglalkoznunk. Ezt itt lerakom mindjárt. Ez ugye... Oké, és akkor az olyan eszközökkel majd vissza fogom ugratni, amire nincs szükségünk. De egyelőre... Várja ma? Nem tudom, csinálok egy olyat, hogy megpróbálom összeszeretni vele. Gyerekek, ez... Ez a rohadt nagy plató, ez mindig így takarályoz. Na nem tudod összeszedni, ez akkora idegesítő, meg ráadásul, hogyha ide álltál, már be se férsz ide. Úgyhogy ez tök jó, ez egy ilyen 22-es csapdályos rácok, hogy így megszivatod magad keményen, hogy... És akkor mi van? Érted? Várod, hogy mire gondolok. Hogy ez így nem tökéletes. Ez a megoldás. Hát lehet, hogy egyébként egy kisebb platós jobb lenne. Ide. Ugye? Ja, meg ugye itt ez az állatoknak az... Oh. Mi van már?
De állatok alját is ugye lehet takarítani, ha jön valaki, nyugodtan nézzen körül. Csak annyi, hogy az ottani gépeket, azokat ne vigye el nagyobb esze, jó? Mármint nem véletlenül vannak ezek itt, aztán azoknak azért van ott a helye, mert ott a helye. Helye húja. Ilyetek szerintem azt sem. Mondjuk itt azért nem rossz egy ilyen, nem? Mert akkor nem kell annyit izélni, nem kell annyit szipekedni. Ide is lerakhattam volna több eladási pontot, azt akkor egyszerűbb lett volna, de jó van, hát ez nem egy olyan hatalmas ez a... ide az eladási pontra le kell raknom, vagy elég ide beállnom, arra kíváncsi vagyok. Na, le kell raknom majd. Jó van, nem semmi baj. Ugye ezeknek a raklapoknak a nagy része el fog tűnni, mivel újra hasznosítható, nem is tudom hány darab van, de nem sok. Némelyiket nem nagyon akarja elbírni. Lehet, hogy az a 64 ezer literes, vagy nem tudom. De szerintem ezek egyik se olyan. Nem olyan pici ez a birka. Jaj, ne! Na, ezt hibára egyébként. Ezt mondtam, hogy kapcsoljátok ki, hogyha nem akarjátok felszeretni, mert különben megőrültök. Hát, meg is történt az esemény, mi? Ez ilyen, tudjátok, mire emlékeztet ez a sorozat engem? Az a Dogi Andinak volt, ilyen 100 baba kihívás sorozat, hát valami olyasmi, nem? Ugye? Az ment ilyen végtelen ideig, föl vagyok rá iratkozva, már az ősidőktől fogva egyébként. Egyébként Andival az a durva, hogy szerintem így ismerni egymást, így mint YouTube-on keresztül meg néha szoktunk beszélni, nagyon ritkán, tehát most ne gondoljátok túl, de szerintem mióta őnek is ilyen nagyon kicsi kevés feliratkozója volt, hát ő neki sok lett, nekem meg még mindig kevés, tudom, de nagyon régóta ismerem. Egyébként tök kedves, normális csaj, meg szerintem ő hát hogy mondjam, ő is egy ilyen nagyon underground, nagyon amatőr szintről ment. Hát jó, most már egy kicsit olyan menedzseltebb, meg egy kicsit olyan összeszedettebb, látszik, hogy azért nagyon mellette áll, meg nagyon foglalkozik vele, nem úgy, mint én például, hogy ilyen hobbi szinten tekint rá, de megteltünk szerintem, jó. Igaz. Na. Jó, hát itt egy kicsit akkor menedzselni kell, úgy látom kézzel. És miért nem adja el? Ne bazza. Na látjátok, ez érdekes dolgok tudnak lenni, hogy most az eladási ponton miért nem adja el? Ha? Ez érdekes, figyelj. Csak ha... Ó, ezt imádom, ez megint egy élmény lesz, úgy látom. Hogy az eladási ponton nem adja el a gyapjút. Hát ez jó lesz, ez egy tök jó. Már most érzem, hogy ez egy siker lett, nagy siker lett ezből. De miért? Egyébként ezt mi a szarért csinálja, hallod? Ezt valaki mondja, magyarázza meg nekem. Hogy például ez most miért csinálja, hogy a eladási ponton miért nem adja el a gyapjút? Bennállok ezzel a kotlával? Ugye megpróbálom, mert... Na. Na, már nem értem. Egyébként néha nem értem ezt a játékot, hogy mi a szar van vele. Hogy mit történnek benne? Hogy ez most miért nem adja el? Miért nem adja el? Ha? Most mi a egyesével kell beordom? Meggajdult, hogy túl sok van itt? Az is lehet. De ilyenekkel azért nagyon örülsz neki, nem? Amikor itt tudsz szívni egy bőven. Nehogy így jól érezd magad. Bevagol valami Isten átka. És akkor azzal így el vagy így. Hopsz, nem adja. Megemelem, eladja, de jó. Nem tudom miért. Érdekes. Lehet, hogy úgy kellett volna, hogy a kocsival ide járok. És akkor lehet, hogy arról eladta volna normálisan. Látod? Ezt úgy kellene, gyerekek. Mindjárt megcsinálom azt, hogy felszedetem újra. És odaállok az autóval. Figyeljetek meg, hogy jó lesz.
Úgyhogy nem a játék volt hülye, hanem a keeper most kivételesen. Kivételesen! Mindig! Na figyelj, és akkor most csinálok egy olyat, hogy... Aha, látod? Ahogy mész végig, oda né? Oda né? És itt pörög a nagy pénz, oda nézzél. Itt meg már nem. Van egy bizonyos magasság, amiből eladja. Egy plató magasságnyiról. Látod? Alatta nem adja el, fölötte se adja, úgyhogy erre érdemes figyelni. Jó. Semmi gond vele egyébként. Tök jó. Annyi, hogy akkor ennyi maradt az ilyen újrahasznosítható. Raklap, ezt mindjárt megszámoljuk. Szerintem elvileg... Aj, ott is már... Az a baj, hogy ezek olyan gyorsan... termelődik, hogy ez megőrüsz tőle. Akkor elvileg hármat kéne raknom, és ebből az újrahasznosíthatóból. Tehát az újrahasznosíthatóba ugye fél egy csobó. Úgyhogy az lenne jó benne, hogy nem össze-vissza lenne, úgyhogy ki kell szórni ezeket is. És akkor már rakja az újrahasznosíthatóba. Úgyné. Mondjuk lehet kettő is elég. Jó. Mindjárt rendet rakok itt, már megőrülök. Kettő legyen minden helyen, aztán utána alakul. Csak az a baj, hogy ezek már termelik kapásba ugye a gyakjút. Aztán nem ilyen szia keeper itt előre. Kettő is elég, nem? Most újra hasznosítóból az már 120 ezer liter vagy mennyi. Nehogy ma ne legyen elég neki. Inkább ezek a jövők tudjanak már a francba, ezek a nem újra hasznosíthatók. Te, mert már ebbe is meg ide, nem tudom, hogy a francba lett egy liter. Ez ilyen gyorsan termelik? Ha megőrülsz tőle. Nem a kamiont fogod meg? Na már gyere le, hát komolyabb onnan. Megbolondulsz, mert kidobod a izét, kidobod azt a szarraklapot, azt már termelik, úgyhogy ezek a birkák, ezek brutál produktívak, pedig nem is pörög az idő. Szóval ma nagyon gyorsan kell itt megoldani ezt a dolgot. Jó, egy-egy van. Itt kettő-kettő van. És akkor ide még, előre még kellene. És néha ezt, miért nem bírja? Nem értem. Na jó, most ez sikerült megint felemelnem, mi? Nem tudom, egyébként nagyon gondolkozok új gameplay-eken, hogy miket játszak. Eredetiben megvan a Subnautica például, azon nagyon gondolkoztam, az nem egy rossz játék. Meg igazából írhatnátok neveket, hogy szerintetek mi lenne jó, mert azért szeretnék mással is játszani. Jó, akkor itt van kettő-kettő. Ugye... Oké. Okay. Ez a szar. Itt nincs egy sem. Itt van egy. Nem, itt már kettő van. Úgyhogy itt is lehet csinálni ezt, gyerekek, hogy szépen. Hogyha jöttök játszani, hogy ezt is eladjátok, ki lehet pucolni az aljukat, lehet belékig ordani szénát, vagy nem szénát, hanem füvet. Úgyhogy ezt itt lehet nyomni neki ezerrel. Azt nem értem. Ja, nem jó számoltam. Azért nem jó számoltam szerintem. Mert 8 darab hol van. 2 darab van, várja, újrahasznosítható. Itt meg büdös egy darab se. Úgyhogy itt elszámoltam magam. Ezek nem újrahasznosíthatóak. Akkor jó, elszámoltam magam. Akkor kell átvinni innen oda is. Akkor mindenhol lesz legalább egy. Valahol meg kettő. Na fog már meg? Úgyhogy akkor majd kell hozni még. Ez az újrahasznosíthatók, ezek jók, mert ezek ugye tényleg nagyon sok fél belőlük, 64 ezer liter. De egyébként bőven egy is elég lenne, mert nem olyan nagy... Már itt van, itt már megint izai van csak, nem újrahasznosítható. Jó, rendbe lett ragva, ez is, ugye? Mondhatni.
Legalább egy van. A két hátsóba egy, a két elsőbe. Jaj, de jó, hogy nem. Ezt az egyfajta árut, ezt te dobálja. Ezt nem értem. Na, ha nem újrahasznosítható dolgot összeszedjük, hogy ne legyen szana szét. Ki van pucolva az ajuk, meg minden. Annyit kellene csinálni, hogy meg kéne még... Bocs, hogy ebben a rész... Egyébként ez egy ilyen nagyon-nagyon epik hosszú rész lesz, tudom. De szeretném megcsinálni a dolgokat rendesen, jó? Ami nem kell, azt eladom. Még abban gondolkodtam. Jó, ez a fent, ez itt van, ugye itt, nem, itt a John Deere. Ide a John Deere kell, igazából semmi. És szerintem... Lehet, hogy ide ilyen izé se kell, ural se kell, tök fölösleges, nem? Szerintem fölösleges lesz az ural ide. Nem tud összeszedni vele. Van-e ez egyébként kisebb pótkocsi, akkor esetleg azt megvenni, mert akkor az bőven elég lenne. És az beférne teljesen a izé alá. Mi az? A féltető alá, és össze tudja szedni akkor az újrahasznosíthatóakat. Úgyhogy ezzel meg azt kellene csinálni akkor. Na, várja. Ezt eladjuk. Igaz, nem egy nagy összegér. És itt se akarja eladni egyébként. Jó. Figyeljetek, akkor annyit kellene, hogy pillanat. Fú, gyerekek, hogy néz ki ez a környék? Oda néz. Jézus úristen. Na, akkor ezek itt kellenek, ugye? Ami nekem nem kell, ez, nyomunk egy visszaállítást, oké. Okay. Meg a pótkocsin is egy visszaállítást, és valószínűleg egy pótkocsi el lesz adva. Akkor nézzük át itt, hogy meg minden kell-e, jó? Már itt. Itt kell, ugye ezzel szedjük össze. Itt van a Tipro, itt van a kassa. Oké, okay, ez kell. Itt vannak ugye a vizes cuccok, meg a tisztító. Más nagyon nem kell. A hamster, ugye azt tudja ide is hordani. Szóval ez igazából egy ilyen univerzális. Ide, ide. Jó. Oké. Okay. Megnézzük, hogy itt még vannak. Hogy ide, itt minden kell-e. Átrakókocsi, ural kell, vető kell, négy darab kombány kell. Más itt nincs is nagyon, ugye? Akkor ezt rakjuk. És egyébként nézzétek, hogy nő a FPS számunk, úgyhogy sok minden nem csináltunk, csak kicsit rendbe tettük a dolgokat. Na, akkor ezt a pótkocsit el kellene adnom. A Crust eladom. És el kellene egy olyan plót, amelyiknek nem magas a platója. Van olyan, amelyik ilyen, nem ilyen magas szar az eleje. Úgyhogy azzal fogunk valamit alkotni. Ugye? De hátra jövök. Figyeljetek, az eke se nagyon kellene nekem, vagy az a kultivátor se, meg ez se kell, úgyhogy ezt is eladjuk. Ugye menüből is lehet, ezt nem is tudtam, menüből is lehet javítani, szerintem drágábban, de inkább, mint hogy itt ezt furcolásszam állandóan mindenhova. Meg ugye elég sok darab kellene belőle, mert mindenhol már létezünk a gazdasággal, így kiterjeszkedtünk. Jó, ez is megy a levesbe. Ezek mennek, jó? Oké, eladás. Hát 6000-et nyertünk rajta, úgyhogy tényleg nem arra kell, hogy ezen gazdagodunk. Ez se kell. Jó. Akkor az se kell. Az ura jobban tetszik, dinamikusabb. Fölösleges a krasz. Jó, lehet, hogy a krasz erősebb. De teljesen jó az ura. Krasz, 62000. Na, mindjárt. Az a durva, hogy most már tök lényegtelen, hogy mennyibe kerülnek a dolgok, mert van bőven pénzünk, ugye. Annyi kellene, hogy akkor nekem... Vannak ezek az autólodos pótkocsik. Amik talán hova rakja őket? A pótkocsikhoz rakja? Sima pótkocsikhoz? Nem tudom ám. Lehet, hogy nem. Sőt, tudja, hogy nem. Hú, basszus, hol rakta azokat? Nem oda, nem ide rakja, nem? Az valami hülye helyre rakta. Jaj, gyerekek!
Nem ide. Hova rakja ezeket a... Ha, nem az állattartás, vagy... Nem jövök rá most hirtelen, hova rakja. Nem a jószág. Ó, te fiú, hát hova rakod? Nehogy már egyszerű legyen, érted? Nem oda rakja, hova kell. Nem ide, nem ide, nem ide rakja. Na, így van. Ha hozzá anyám balagába rakod? Gondolom, nem az erdészeti felszerelésbe. De jó, nem? Azért ez tök jó, hogy... Fú! Hallod? És miért kell ezt csinálni? Miért kell ezt csinálni, hogy nem oda rakja, ahol kell? Ez mi ez? Ez nem az. De jó tényleg. Hát komolyan mondom, az így találja meg valamit, nem? Olyan bálázó technológia képes. Át ide rakta. És azt hiszem, hogy a legkisebbnek, annak egy kicsit alacsonyabb, nézd meg, alacsonyabb a izéje. Ez a magasítója. Ha jól emlékszem, ez alacsonyabb neki. A 10 méteresnek. És ő, 15 méteres. 10 méteres alacsonyabb lesz, higgyétek el. Igen, és ez be fog férni oda. Ez jó lesz nekünk, és ez elég is lesz. Igen, 25 ezerért megvesszük. És ez be fog férni oda, és föl fogja tudni szedni, ami nekünk tök jó lesz. Úgyhogy az urallal zárt is fogjuk húzni. Ez egy jó alacsonyabb szerkezetű. Nem is a hossza számított nekünk most, hanem ugye... Mert azt hiszem, az csak 10 vagy 12 raklapot tud vinni. Hanem az, hogy alacsony. És be fog oda férni. Na mindegy, végigjárjuk még ezt az utat gyorsan. Elmegyek oda. És a következő részbe mindenképpen kellene termelni a tyúkoknak kaját. Mi a szar? Ne, nem mondod. Túl hosszú az uralnak a ideje hozzá. Hátulja. Nem fordul el. Nem tud elfordulni. Ez nem ennek való. Ne. Akkor vazza, mit csinálja? Igazából ez csak ott fog fordulni. Meg vigyünk egy nyerges ifád, vagy valamit. Na mindjárt akkor. Akkor az ura megy a háztól, gyerekek. És akkor nézzünk egy másik nyergest, amelyiknek rövidebb. Ugye ez a dupla kerekes, nyerges vontatmányos dolog. Nem tudom, nem lehetett volna hátrébb tolni a nyerek szerkezetet, de hát most már is ez veszett fejszennyere, megnézzük a teherautókat. Hát van valami jó nyerges. Egyébként van ő, amivel tök jó lehet egyébként küzdeni. Ó, Avia. Ó, Ifa. Mik van még nyergesünk nekünk itt? Ilyen kisebb. Skoda Liaz. Ők ugye dupla keresekesek, szintén nem tetszenek, nem jók. Szintén dupla kerekes. Figyeljetek, lehet, hogy beveszünk egy ifát a buliba. Igazából sokat tudja húzni, nem? Grünter Münter. Vagy ne? Mert legyen Avia? Jaj, ez az Avia, én azt hittem, hogy ez is nyerges. A Skoda Liaz? Hol volt a Skoda Liaz? Legyen egy ilyes kodali, az elég szépen meg van csinálva. Érdekes, mondjuk ez... Nem látok rá nyerekszerkezetet. Ez valami más cucc. Ez valami ízét, valami... Valamilyen felépítményt vesz fel valószínűleg platót. Hát akkor marad az ifán nekünk, gyerekek. Ezt büres életben nem láttam ezt a védő fóliát, vagy nem tudom, ezt a ponyvát alatta, nem tudom, ez bárki vágja-e, hogy ez volt-e ilyen, de... Én életemben nem láttam, úgyhogy ez érdekes dolog. Ez mi? Jó. Valamilyen tranzit sport, gyerekek. Nagyon komoly. Jó, mindegy, ez van. Remélem, hogy nem lagoltatós fajta, vagy nem valami hibás szar. Ugye meglátjuk. Hát, apám.
Amúgy nem csúnya, hogy a... Így, bazze. Egyébként vannak olyan modok, hogy nem tudom mi miatt. Gondolom... Lehet, hogy... Nem, ne szórakozzál. Na, ettől vadulok. Hogy ilyen órákig indul el. Ettől. Na mindegy, most már ez van, gyerekek. A kecskéknél, amik birkák, az ott ifa lesz. Remélem, ez befér oda. Így nem, nem tudja fölvenni csak szemből, ne örítsélek. Hát... Tehát föl kellene így venni, hát valóságban is fölveszed. Na gyerekek, ifával, apám. Jaj, mi történt? Na, elindulunk még ma, hogy mennyi a vége? 80 a vége, mennie kell ennek. És kacok. Jó, visszatértünk az időnkhez. Villogóba megyünk a rá. 58. 60. Hát ez nem lehet egy erős, nézd oda. A tarló már megfogta. Megyünk ki vissza a fűre, mert sose érünk oda. De nem is kell, hogy erős legyen. Annyi a lényeg, hogy beférjen. Oda, ahol, ahova kell. Jó, hát ezt már elviszem, gyerekek. Figyeljetek, van 2 millió euró. Hallod? 2 millió euró. Mennyire már kiderül, hogy itt hogy fog átkelni. Mondjuk ezt... Van egy átok? Ez is érdekesen fordul ám. Mármint így... Így a nyerek szerkezet ennek olyan merev, hogy így egybe vagyunk a izével, a póttal. Hallod, mi történik itt? Hát ez valami szar. Na most kezdette forogni. Ez az ifa is egy jó szar. Gyere, gyerekek. Olyan merev, hallod. Mint hogyha így egybe lenne hegezve a nyerek szerkezet a póttal. De jó van, talán síkterepen majd azért el tudunk boldogulni vele. 80 a vége, 50 nem megyünk. Már 49. Hát ez tipikus hifa, bazze. Ideiglenes forgalmi akadály, ugye? Azt a román. Nem mondod, még hátul is van ott egy izé, villogó. Ez őrület, gyerekek. És 56-tal megy... Jó. 56-tal megyünk. Sik terepen. Mikor elvileg 80 lenne a vége, mi kell hozzá, hogy 80? Hegy... Izé, hegyről lefelezgő anyjon, vagy mi? 54? 55? 56? Gyerekek, nincs olyan hosszú egyenes, hogy ezt kihúzatjuk, akkor ez meg lesz, hallod? Na, 53. 54. 64 már, úristen, hát mindjárt átlépjük a izét, a bűvös 88-at, aztán visszaugrunk a izébe, Martival, a DeLoreannal a múltba. Na, a fű az megfogta, megfogott minket. Megyünk a 30-al. 29-el, gyerekek. Hát fűjes, fűre ne, gyöpre ne menjünk rá az ifába, mert olyan ellenállása van, mint hogyha izé lenne betonba. Falon mennénk át. Kőgel. Várjátok, mi volt minden pótkocsira ráírva régen? Schwarzmüller. Ezt vágjátok, emlékeztek arra? Schwarzmüller volt mindig a pótkocsikra rávésve. Remélem a hangot jól beállítottam, felveszek egy ilyen extra hosszú részt, aztán a végén meg ide lesz. Semmit nem tapasztaltok bele. Na, remélem befér ez, egyébként ez szerintem be fog férni az a szerelvény. Nem fogom most beszeretni vele, nem nyomok út. De megnézzük, hogy ez befér-e ide. Oda nézzé, na. Hát, és ez a különbség, figyeled? Hoppá! És be tudsz fordulni érte, és fel tudod szeretni. És akkor egyből el tudod adni. Na ez kajak, ugye? Ezért ez megint egy jó megoldás volt. És most más nem csinálok, mint végig fogok léptetni az összes gépen. Kombány kell. Ő kell, ugye a nagyvetőhöz, kombány kell. Ő kell azért egy gyors reagálású, hogyha arra tudunk, bármi lehet. Ő kaszál, mint az őrült. Ő kell kombány, ő kell permetező. Ő kell beordani a szemet itt. Ő kell állatot pucolni, ő kell vizezni, ő kell hamsterezni, ő kell taposni, és ő kell hordani az eladásra a gyapjút. És vége.
Ugye? És körbeértünk, gyerekek. Ennyi gépünk van, de mégis ekkora hatalmas gazdaságot teljesen jól ellátnak. Na, a tyúkoknak kell kaját biztosítani, és a birkáknak. A következő részben, úgyhogy várlak benneteket, gyertek multiba, lehet, hogy nem lesz olyan sokszorzatos a szerver, de aki szemfüles, az gyorsan be tud csatlakozni, és persze, ha akar is, és tud segíteni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!